Szeretettel köszöntök mindenkit. A következő 10 percben, tehát az Atlassian Cloud lesz a fő témánk. De készültünk ugye arra is, hogy sokan közületek még szerverem és data centerem vagytok, úgyhogy ő számukra ugye egy kis migrációs témát is hoztunk, és azt követően pedig rátérünk arra, hogy mi az, ami ma nagyon forró az Atlassian világában, és ne funkciót is egy ilyen gyors információ morzsaként prezentálunk nektek. Tehát csapjunk is akkor bele a migrációval első körben. Ugye az Atlassian ez egy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a migrációkat minél inkább támogassa. Ugye, aki ezzel már valamilyen szent, akár része volt ennek ebben az élményben, hogy át migrált a, a cloudra, az pontosan tudja, hogy ennek nagyon sokszor megkerülhetetlen eleme, illetve talán az egyik leghatékonyabb eszköze ennek a migrációnak az Atlassian által biztosított migrációs eszközök, és itt is nagyon sok fejlődés volt az elmúlt időszakban. Lássuk például ugye a, a zsira migrációkat, itt amit nagy örömmel tudunk nektek jelenteni az, hogy most már zsira service management projekteket is tud migrálni ez az eszköz. Tehát ugyanúgy, ahogy korábban zsira szoftveret és zsira core projekteket át tudtatok vinni, így most már a ticketing rendszereket és a a ITSM projektjeiteket is át tudjátok vinni, illetve a marketplace addon gyártók körében is nagyon nagy fejlődés volt tapasztalható. Sokan közülük egyébként közvetlenül rögtön ebbe az Atlassian által biztosított migration eszközbe fejlesztik be a saját migrációs megoldásukat, de egyébként nagyon sok egyedi megoldás is található a piacon, tehát érdemes lecsekolni ezt is, hogy esetleg a ti alkalmazásaitokkal kapcsolatban volt előrelépés az utóbbi időben. És ami egyébként egy kicsit így szembe megy azzal, amit például az egyik előző előadáson láttunk, hogy van, aki ugye a cloud-ból migrál data centerbe, de azért a világban azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszor ennek inkább az ellenkezője az, ami jellemző. És itt most az utolsó atlasz ilyen gyors jelentésben volt egy ilyen nagyon-nagyon érdekes információ, aminek megütötte a szemet, pedig az, hogy most már minden harmadik cloud migráció az data centerből indul, aminek van egy nagyon-nagyon fontos üzenete, hogy ugye a data center ügyfeleket senki nem kényszeríti abba, hogy menjen a cloudba, hiszen az továbbra is támogatott, és mégis ők nagyon sokan, tehát a világ egy ilyen trend megfigyelhető, hogy saját elhatározásukból indulnak a cloud irányába, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban, erről egyébként rengeteg ilyen esettanulmány elérhető az Atlassiának az oldalán. Például az egyik ilyen legfrissebb példa, amit itt látunk, az a IMS Insurance, ugye pénzügyi területen mozgó cég. Ők abszolválták azt, hogy 2600 usert, ugye, amit itt láttok, 5 Atlassian alapterméket, illetve 3 Marketplace addont egy hétvégére szóló kieséssel abszolváltak, és azóta is boldogan működnek a cloudban. Természetesen ezt azért egy több hónapos előkészületi folyamat megelőzte, de hogy azért lehet inspirációkat gyűjteni a, a Migration ból és ami viszont egy ilyen nagyon-nagyon friss lehetőség mindazok számára, akik esetleg még szerveren és data vannak, hogy ez egészen pontosan a mai naptól van egy nagyon izgalmas lehetőség, mégpedig az, hogyha nektek van akár datacenter, akár szerver, szerver licencetek, ami még legalább 60 napig érvényes, akkor az Atlassian függetlenül attól, hogy mennyi ideig érvényes az a licenc, ad hozzá számotokra egy 12 hónapig ingyenes elérhető prémium atlaszián előfizetést, tehát ezzel esetleg tényleg, aki érint, azt érdemes megfontolni, és szeretnétek élni vele, mi pedig tényleg kerestek nyugodtan, és nagyon szívesen segítünk, hogy, hogy tudjátok maximalizálni az értékét ennek a lehetőségnek. És akkor térjünk rá arra, hogy mik a nagy izgalmas újdonságok az Atlassian Cloud-ban. Az egyik, ugye, cloud kapcsolatban nagyon-nagyon sokszor felmerül mindenféle megfelelések, minősítések, biztonság, ilyen témakör, és ebben is azt lehet mondani, hogy az Atlassian nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektette arra, hogy ezekből minél több mindent tudjon hozni az ügyfelek számára. Most az egyik ilyen legfrissebb információ, hogy megszerezte a European Banking Authority, illetve a, a német pénzügyi piacon felelős, ugye a Buffin mint az ilyen felül ö, ö, vizsgálat. Vagy, na igen, tehát a szabályozó szerv, igen, és ők ugye köztudottan híresek arról a német piac, hogy nagyon-nagyon szigorúak ebben, tehát ez egy igazán nagy szó, hogy az Atlassian az Enterprise termékeivel el tudta hozni ezt a minősítést. Illetve még szintén egy nagyon forró téma volt pont tavaly ilyenkor a, a Meetupon, hogy a Data Residency ugyan miért csak az Enterprise ügyfeleknek érhető el, most már, jelentjük hogy ez október-novemberre már mindenkinek megérkezett, tehát Atlassian alaptermékek adatoknál ti választhatjátok meg, hogy melyik régióban szeretnétek tárolni az adatokat. Ez ugye még nem vonatkozik a Marketplace kiegészítőkre teljes mértékben, ott is nagyon nagy fejlődés ö, tapasztalható, de ott minden egyes alkalommal, amit rá is szoktuk mi is hívni a figyelmet, hogy vizsgáljátok meg mindig a gyártónak a, a adatkezelési szabályzatát, szerződéseit, hogy hogy mi az, amit, ö, mi az, amit elfogadtok az, hogy használjátok az ő alkalmazásait. De itt is ezt látjuk egyébként, hogy egyre több Cloud Fortified, illetve Cloud Security Participant Badger rendelkező gyártó van, tehát hogy Tényleg így az egész Atlasz, ilyen ökoszisztéma nagyon ad erre a biztonság témakörre. És akkor egy újabb ilyen gyors információ morzsa a, a Cloud Sandbox-ról. A Cloud Sandbox az arra szolgál, hogy megfogom ugye az éles ö, környezetemet, és abból párkattintással tudok csinálni egy ilyen Sandbox környezetet, ami tényleg egy ilyen homokozóra, új funkcióknak a kitesztelésére tud szolgálni anélkül, hogy ez az éles környezetet bármiben akadályozná. És ezzel kapcsolatban ez már ugye több mint egy éve elérhető, viszont rengeteg újdonság van ezzel kapcsolatban. Például az, hogy a Marketplace kiegészítőket most már nagyon-nagyon könnyedén lehet licenszelni uh, itt uh, a Sandbox környezetekben is. Illetve megjelent egy Cloud-to-Cloud -cloud migráció, amivel Viszonylag könnyedén meg lehet azt valósítani, hogy létrehoztuk mondjuk egy új projektet, egy új csapat számára szeretnétek valamit bevezetni, és utána, amikor ez végig ki lett tesztelve, mindenki elfogadta, hogy ez lenne a működés, amit szeretnénk, akkor párkattintással át lehet ezt vinni az éles környezetbe. Ami még egy ilyen nagyon izgalmas funkció, az, hogy a JQL Editor az megújult, ugye a adminisztrátorok számára lehet nagyon izgalmas még mindig, és itt pedig mégpedig az, hogy a Jira-ba nagyon hatékonyan lehet mindenféle lekérdezéseket írni, és kimutatni, riportokat építeni azokra az adatokra, amit a zsirába tároltok. Mi viszont nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a kiúzerek is nagyon gyorsan rákapnak erre az ízére, és megtanulnak alap hogy hogyan lehet a zsirából adatokat lekérdezni. És a cloudban azt hiszem, hogy ez nagyon jól tudja támogatni az onboardingot, hogy egy sokkal könnyebben tanulható felületen lehet ezt megtenni. Ami még Szerintem én nagyon nagyot szólt az a zsira work management, ezt ugye szűk egy évvel ezelőtt keresztelték át a Jira kort, amit ugye sokáig talán a zsira szoftvernek egy ilyen mostoha testvéreként lehetett rá gondolni, hogy kivettek belőle egy csomó funkciót, ami ugye a zsira szoftverbe elérhető volt, cserébe ugye olcsóbban is lehetett megkapni. Most ebből lett a zsira work management, ami már nem csak annyi, hogy így kivettek egy csomó funkciót, hanem rengeteg olyan dolgot kapott, ami kifejezetten üzleti projekteknek, feladatkezelésnek a, a működés és hivatot megkönnyíteni. Így például egy ilyen nagyon gyorsan szerkeszthető listanézetben nagyon gyorsan lehet issukat áttekinteni, szerkeszteni, módosítani. Tehát ez az, ami egy, egy, ilyen nagyon erős funkciója ennek. Erre kijött egy csomó új gyors szűrő, csoportosítási lehetőségek. Tehát tényleg az elmúlt három évben rengeteg sok mindenben fejlődött ez az eszköz. Illetve például, ami, ami most fog jönni nem sokára, az, hogy a, a naptár nézetben, ahol ugye határidő szerint lehet ugyanezeket az issukat áttekinteni, ott ilyen drag and drop módszerrel lehet már nagyon gyorsan akár újra ütemezni, vagy átrendezni egy kicsit azt, hogy mikor, mikor minek van a, a, határideje. Térjünk rá egy kicsit ugye a Jira Service Managementre, ami, ami, nem vetlenül az egyik legnépszerűbb ugye így az Atlassian világban, mind máig. Itt ugye fél évvel ezelőtt történt egy felvásárlás, az Atlassian megvente, megvette a Tinkcilt-et, aki ugye sokan ismeritek a Proforma kiegészítőnek a, a gyártója volt, és ez fél év alatt eljutottunk odáig, hogy ez éppen most így a hetekben folyik a release, ugye folyamatosan kapják meg az egyes szájtok ezt az új funkciót, hogy tulajdonképpen nagyon dinamikusan összeállítható formokkal tudtok adatokat bekérni az ügyfelektől, az ügyfélportálon, ez nem csak a tiket felvételnél, hanem akár már közben is, hogyha van valami gyakran fölmerülő kérdés, vagy valami új információk, amit meg szeretnétek tudni, akkor egy gomnyomással gyorsan ki tudjátok küldeni neki ezt a formát, hogy létszi, meg még ezeket az adatokat. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon sokoldalúan használható dolog, ami most már alapfunkciója lett a, a zsirának. És akkor ez pedig ugye a legesleg ilyen nagyobb volumenű felvásárlás az Atlassziának, megvették a Percept AI-t, és ez már olyan szempontból nagyon nagy jövő, hogy még igazából nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz vele, de ugye a Percept AI az arra való, hogy, hogy egy ilyen mesterség és intelligencia alapján elemzi a már meglévő jegyeket, és akkor annak alapján egy ilyen first level supportosként nagyon sok mindent, a már ismerős hasonló jegyeket saját maga megpróbálja lekezelni, és csak azokat dobja tovább emberi kéznek, amiket ő maga nem tudott kitalálni, hogy hogyan oldja meg. Ez Szerintem elképesztő izgalmas, mert a kicsit most még ilyen futurisztikusnak hangzik az egész, meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a magyar nyelve hogy meg mind fog együtt működni, de gondoltam, hogy azért azért elhozom nektek, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, mert, mert egyszerűen nem bírtam ki, hogy nekem ez annyira izgalmas. Úgyhogy azt hiszem lejárt az időm, úgyhogy még egy gyors ilyen információt szeretnétek, szeretnénk nektek akkor a végére, hogy most már ez is egy ilyen új funkció, hogy rögtön a zsirában meg tudjátok nézni, hogy nálatok mi az újdonság, és mi az, ami, ami, ami release-re került, és akkor ezzel is ugye mindig napra készek tudtok maradni azzal, hogy mi az, amit esetleg érdemes kipróbálni a rendszeren belül. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, és következik a kerekasztal.